Gedeon Andor 1979-től 1985-ig nevelő és csoportvezető nevelő, a fővárosi önkormányzat béke, majd a vasvári Pál nevelő otthonban. 1986-tól 89-ig fiatalkorúak pártfogó felügyelője a fővárosi gyermek- és ifjúságvédő intézetben. 1989-től családgondozó és intézményvezető az akkor induló Ferencvárosi Szociális és Gyermekvédelmi Intézmények igazgatóságán. Ezzel párhuzamosan a Horizont Szociális Alapítvány munkáját is segíti. Kezdeményezője és alapítója a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete nevelő otthoni szekciójának. Tevékenyen részt vállalt a helyi szociálpolitika, intézményi struktúra és az új ellátási formák kialakításában, például a Jumbuy Help, valamint a szegregátumok felszámolásának megvalósításában. A Budapesti Szociális Karta, a Ferencvárosi Bűnmegelőzési Program és a Ferencvárosi Önkormányzat szolgáltatás tervezési koncepciójának is alakítója. 2015-ben Humanitas Ferencváros díjban, a FESZGYI alapításának 30. évfordulóján pedig miniszteri kitüntetésben részesült. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el Ferencvárostól. A Horizont Szociális Alapítvány önkénteseként létrehozta a Horizont szülői csoportot, ahol a fogyatékos felnőtt gyermekeiket nevelő családok helyzetének javítását kezdeményezi a Ferencvárosi Önkormányzat támogatásával. Gedeon Andor, Pro Urbe Ferencváros díj.